Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Madárfütyös, szép reggelt kívánok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, ahol nem mással fogunk ismét játszani, hiszen szombat van, a Stellaris-szal. Elképesztő, hihetetlen, hatalmas küzdelmek várnak ránk jelen pillanatban, ugye, mint az előző résznél, előző szombaton mondtam, itt eltelt az előző rész óta egy kis idő, és hát az első kapcsolat felvétel óta, mint látjátok, itt rengeteg minden történt. Először is a vérfolyatók, ez a pirak vérfolyatók és a Euruxo pusztítók mellé még jó néhány nép betelepült, kisebbek, akár nagyon pici kereskedő népek, és nagyobbak is, mint a Havariga köztársaság és a Pitok csillagközi dinasztia. Közben a fejlesztések olyan szintet értek el egyébként, hogy most már a flottám 1000, tehát 1K katonai erejű, ami egyébként rohadtul nem sok. Lehet látni, hogy mondjuk az Eruxi pusztítóknak gyakorlatilag a flottája elsöprő az enyémhez képest, de szerencsére a vérfolyatók, akik itt mellettem vannak, nagyjából csak erősebb. Ezt az nagyjából csak erősebbet, ezt egyébként hamar meg tudjuk fordítani, mivel megmondom őszintén, hogy elég sok alapanyagunk van, illetve hát a gazdaságunk erős, inkább úgy mondom, mert alapanyagból, az ötvözetekből, ami a hajó építéshez szükséges, ugye az itt látható, csak 89 van, ami gyakorlatilag szerintem egy hajóra sem elegendő, de elég nagy mennyiségű ásvány jön folyamatosan, gyakorlatilag a tárolóink megteltek, úgyhogy lehet értékesíteni, és az ötvözetekből pedig hajókat gyárthatnánk, hogyha egyébként a flotta kapacitásunk nagyobb lenne. A flotta kapacitás növekedése, ugye ez azt jelenti, hogy mennyi hajót tudunk mondjuk ingyen vagy olcsón tartani a birodalmunkba. Ha ez a flotta kapacitás megnő, akkor ezeknek a hajóknak a tartása borzasztóan megdrágul. Ezért vagyunk most így 23/20, viszont a technológiai fülbe egy flotta kapacitás plusz 30-as fejlesztésünk már 50%-on van, és 40 hónap, tehát néhány év, míg ez megoldódik. Közben van egy csodálatos kis feladatunk, ahol idegen mintákat kell beszerezni. A Földbolygón található Exobiológiai Múzeum segítséget kért számos idegen életforma különféle világokból való beszerzéséhez. Mint látjuk, itt azért elég sok felé kellene menni, Isten igazából, de már 3-at beszereztünk a 7-ből, és elvileg itt a barátságos Pitok csillagközi dinasztia területén végzünk jelen pillanatban kutatásokat. De sajnos a vérfolyatók és ami a legrosszabb a pusztítók területén is van egy-egy ilyen bolygóval el kellene látogatnunk, és hát nem mehetünk be. Illetve van ez a Havariga köztársaságnál, de oda meg nem tudunk eljutni, mert ellenséges területen kellene átmennünk. Szóval itt elég húzós a dolog, itt van a kapcsolati képernyő. Sikerült magam leinnom. Tehát a primitíveket és az egyébeket, ha kivesszük, akkor itt látjuk, hogy mi a helyzet, ugye mi vagyunk a földi egyesült nemzetek. A Pitok és a Havariga köztársasága, a Pitok csillagközi dinasztiával és a Havariga köztársasági tartományokkal, tehát gyakorlatilag ezzel és ezzel barátságban, míg ezzel és ezzel ellenségeskedésben vagyunk. Annyira egyébként, hogy tervezem ezt a Sirius-t valahogy magamivá tenni, sajnos valami általam ismeretlen oknál fogva. Nem tudjuk követelni a Sirius bolygót. Valami általam ismeretlen oknál fogva, ezt nem tudjuk megtenni, mert az az igazság, hogy ugye egy háború úgy zajlik, hogy neked és az ellenfélek is vannak követelései. Ez lehet alapanyag, bolygó, akár a legvégső elpusztítása is a teljes fajnak, de az lényeg, hogy kell valami, amiért háborozunk. Nyilván csak hobbiból nem fogjuk egymást lőni, tehát
valamilyen célt kell ugye megoldanunk. Én ezt a célt, ezt a Sirius szerettem volna magamévá tenni, de nem sikerül sajnos. Itt ezen a Siriuson egyébként egy 1000 haderővel rendelkező ilyen űrállomás található, ami nem feltétlen jó egyébként, sőt, borzasztó rossz. Itt nem tudok több védelmi platform csinálni. És 1002-es lesz ennek a katonai ereje, de nem nagyon tudom ezt növelni, úgy látom. Egyelőre. Csak azt nem tudom, hogy akkor az 1006-os, ugye három darab űrállomásunk, bástya űrállomásunk van, ami megvédi galaxisunkat a behatolóktól. Van itt egy bástya űrállomás, ugye gyakorlatilag ezen a Gosszok rendszeren keresztül lehet eljutni a mi birodalmunkba. Van egy Kehines nevezetű rendszerben egy bástya űrállomásunk, ami szintén egyébként a vérfolyatók másik beútját hivatott megállítani, illetve a Ruglár nevezetű rendszerben van egy bástyánk. Hát tudom, hogy ez a dinasztia, ez barátságos, mégis ide raktam ezt a bástyát. Biztos, ami biztos, nem fogunk kockáztatni. Van itt még három naprendszer, amit egyébként szépen el kellene Isten igazából kapnunk, és már is el is indítottunk oda egy, sőt, most a másodikat, építőhajót. Construction complete. És hát a pirak vérfolyatók, azok sértegetnek minket, mi majd szépen visszasértegetjük őket, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz a kapcsolatunk, viszont meg kell várnunk, míg a technológiában ez a flotta kapacitás növelése, ez valamilyen szinten növekedik, és nem lenne feltétlen rossz ötlet szerintem ide például ezt a csillagkikötőt korszerűsíteni. Ugye ehhez ötvözetek kellenek, amik jelen pillanatban nem állnak rendelkezésünkre. Szerencsére van rengeteg ásványunk, aminek az értékesítéséből, mondjuk eladunk 10 000-et, ami rengeteg. Kaptuk egy csomó kreditet, és az energia kreditből pedig vásárolunk a 10 000-ből, illetve 9 000-ből. Hát ez így nem lesz jó. Az a baj, hogyha veszünk 250 ötvözetet, akkor az történik, hogy az ötvözet ára elkezd fölmenni. És akkor, mit tudom én, hogyha veszünk 4 ilyet, ugye az 1000 ötvözet, akkor a negyediket már borzasztó drágán fogjuk megvásárolni. Ezért kellene egy lépésben megvenni az 1250-et, de sajnos nincsen 12 000 energiakreditünk. Ha csak el nem adunk még valamit, mondjuk ezeket az illékony szemcséket, hát ez alig van, úgyhogy ebből nem fogunk meggazdagodni. Ebből se nagyon. Még a gázból se nagyon, Isten igazából, de abból mondjuk adunk el. Hát lehet, akkor még egy kis kristályt is eladok. És akkor így 10 000 lett az energiakreditünk, de sajnos ez még mindig nem elég. Akkor várok egy kicsit az ötvözet vásárlására. Kicsit haladjunk az időben. Ugye, hát a diplomás értés az megérkezett, nem is érdekel. Kereskedelmi szerződés meghívót küldött a havilag a köztársaság. És hát nem választottunk sajnos. Ezt meg kellett volna oldanom. Kutatási megállapodási javaslat, nem szavaztuk meg. Semmit nem szavaztunk meg, nem voltam Isten igazából figyelmes, megmondom őszintén, és ez elég szomorú. Na, te ezt meg itt utasd a projektet, barátom. Na nézzük, akkor mi hívjuk meg ezt a havirag a köztársaságot, jó? Kapcsolat, havirag a köztársaság kommunikáció. És küssünk egy kutatási megállapodást. Havi 0,18 befolyásért kapunk. Egy kutatási megállapodást kötünk. Ezzel mindkét birodalom kutatási sebesség bónuszt kap. Tehát kutatási sebesség bónuszt kapunk, illetve a kapcsolatunk növekszik vele egészen 75 pontig. Szerintem ezt el is küldhetjük.
Construction finalized. Rendben, elfogadták, és szerintem a kutatási megállapodást egyébként a Pitok csillagközi dinasztiával is meg lehetne kötni. Az én véleményem szerint... Aha, hát ez a... Ez nem az, hanem a Pitokat. Majdnem rosszul a Pirakra kattintottam, de nekem Pitok kell. Nem akarják elfogadni ezt. Egyáltalán nem akarják elfogadni ezt. Hát garantáljuk akkor a függetlenségüket szerintem. És akkor ezzel gyakorlatilag egy kicsit a kapcsolatunk mindenféleképpen nőni fog. Védelmi pakkum meghívó. És akkor lehetséges, gyakorlatilag a Havirag, a köztársaság meghívott minket szövetségbe, valamilyen fajta védelmi paktumot kössünk egymással. Ez azért biztosan nagyon jó, mert ők egészen 100%, hogy ők harcolni fognak a vérfolyatókkal. Ez a vérfolyatók, ez egy mocskos undorító népség egyébként. Hogyan lehetne ezt jobban látni? Hogy diplomácia, hát talán így. Talán így, de így lehet talán a legjobban látni. Így nem, de így. Ugye ez a vérfolyatok, ez egy undorító mocskos népség. Ide szépen ők befészkelték magukat a birodalmak közé gyakorlatilag, nagyon rossz taktikát alkalmazva, de az Euroxo pusztítók egyébként borzasztóan erősek. A Havirag köztársággal mi nagyon jóba vagyunk, és a Földi Egyesült Nemzetek és a Havirag köztársaság közé ékelődtek be, és ráadásul nekünk ez a bolygó, ez a Sirius bolygó, ez mondhatni a miénk, ellopták tőlünk egy lakható bolygóval, ahol ráadásul 90%-os a lakhatósági rátánk, és ezt egyáltalán nem hagyhatjuk. Tehát ebben mindenféleképpen nekünk itt háború lesz. És hogyha a Haviragák is bele háborúzni tudnak velük, az nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Jó, itt tartunk most. Kutatási megállapodási javaslat, nem szavaztuk meg ezeket, szépen elpattintom. Jó. Építkezés közben befejeződött. Itt, ezen a részen. És ezt a... ugye... birodalmink határait kitoltuk, és ezeket az állomásokat elkezdjük szépen itt építgetni. És elvileg ez is nem sokára az Ozagamun naprendszerben meg fog érkezni, ahol egy szintén nagyon rossz bolygónk van. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon rossz a helyzet bolygószinten. Az igazság, hogy a Földön és az Alpha Centaurin kívül gyakorlatilag az összes bolygó rossz minőségű, 30%-os, 30%-os, 30%-os. Szerencsére kifejlesztettük a terraformálás technológiát, amit egyébként marha drága. És ezeken az Elor 4-en és a Pleione 4-on már elindítottuk a terraformálást. Rengeteg idő. Tehát nagyjából 10 év, mire itt ezek a bolygókból lesz valami. Viszont hogyha ez sikerül, ezt mindjárt félrerakom. Transmission incoming. Discourse anticipated. Hoppá, megállunk. És, tehát mit akartam mondani? Tehát, hogyha ezeket sikerül egyébként terraformálni, ugye csak az nagyon sok energiakreditbe kerül, 3000 vagy valamennyi ilyen nagyon sok energiakreditbe kerül egy bolygó, úgyhogy egyelőre, mivel szeretném megvásárolni az ötvözeteket, ezért nem költhetek energiakreditet egyelőre. De! Ezek a bolygók már nem sokára terraformálva lesznek, akkor onnantól kezdve 1, 2, 3, 4, illetve jelen pillanatban 3, de 4-5 bolygó lesz, ami az én felségterületemen lesz, és igen, mert itt van az 1, 2, 3, 4-5 bolygónk lesz, és az már azért valamit jelent. Nem lesz túl erős, de valamit jelent. Na nézzük, idegen minta beszerzése. Itt vannak ez a három idegen minta, kell még, 1, 2, 3. Van itt még egy elnöki igény egyébként,
hogy az elnök azt, amikor megválasztották a mi elnökünket, akkor azt ígérte, hogy hogy a ötvözet termelésünket 12 fölé fogja vinni havonta. Jelen pillanatban 9, és ezt nem is nagyon értem, vagy nem is nagyon tudom, hogy hogyan fogjuk tudni fölvinni, hiszen ahhoz minimum öntödét kéne gyártani, de nem nagyon van most helyünk, Isten igazából, ahol gyárthatunk. Ez pedig nem tudom micsoda. Ja, igen, találtunk ismét egy, ugye emlékeztek, hogy van nekünk egy feladatunk, ahol a idegen mintát kell beszerezni, és találtunk még egy mintát, és így 4/7 vagyunk, és ez a 3 az, ami marad jelen pillanatban. Szépen elindítjuk a játékot, ez micsoda? Migrációs szerződési javaslat, hogy az emberek gyakorlatilag ellátogathatnak a Havirakok köztársaságba, és a Havirakok köztársaság emberei ellátogatunk hozzánk. Én szerintem ezt elfogadhatjuk mindenféleképpen, semmi gond nincs vele, kutatási megállapodást pedig megkötöttük. Folytatjuk az időnek az indítását, vagy hát a folyását, és ezek itt szépen játszadoznak. Ezt kéne még kitermelni, ezeket a ritka kistályokat majd. Na! Transmission incoming. Azt a betyár mindenét. Hirtelen mennyi minden történt. Először is egy új kapcsolatot sikerült felvenni. Ez a Step... Mi ez? Schlerpanor Vállalati Unió. Ugye, hát egy gyönyörűséges, szép, hát ez valamilyen női ez szerintem. Nézd meg, milyen kis huncut csápjai vannak össze-vissza. Az ember azt se tudja honnan nézik, meg puszíják. Minden esetre üdvözlet Roges bevonó kötél vezérigazgató és a Schlerpanor Vállalati Unió gazdag elitjének nevében szólok. Mindig új kereskedelmi partnereket keresünk, és reméljük, hogy sikerül egy olyan közös pontra eljutni, amelyeken kereskedelmi tevékenységünk mindkét fél számára előnyös lesz. Ugye tudjuk, vagy hát, hogyha nem, akkor most meg fogjuk tudni, hogy az egyik kiegészítőben, aminek a neve most nem jut eszembe, bejött a megavállalat, mint civilizációs forma a Stellaris nevezetű játékban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye van létezik demokrácia, meg különböző megoldások, és a megavállalat gyakorlatilag úgy épül fel maga a civilizáció, ahogy egy cégnek kellene fölépülni, és olyan céljai vannak, olyan hozzáállása vannak a világnak, ahogy egy cég áll hozzá a világnak. Tehát gyakorlatilag egy profit maximalizálásról van szó. Nem is igazán tudom, hogy ezzel még nem játszottam Isten igazából, majd talán a következő sorozatban megpróbálok az emberi civilizációból valami hasonlót létrehozni, mert lehetséges, de egyelőre nem volt túl szimpatikus nekem ez a megoldás. Szerintem azt mondjuk, mindenkinek azt mondom, hogy annyi mindent tanulhatnánk egymástól. Közben találtunk egy természetes féregjáratot, ami rohadt messze van egyébként. Igen, és itt az Unió, tehát ez az új faj gyakorlatilag, amivel mi találkoztunk. És ott a Kibin nevezetű rendszer, ami ugye itt van, peremén egy természetes előforduló szubtéri jelenséget észleltünk. A tér-idő kontinuum szövetén itt egy repedés következett be, amely egy úgynevezett féregjáratot hozott létre. A tudósok azt feltételezik, hogy ez egy a galaxis másik részén található másik féregjárathoz vezethet. Attól függően, hogy az a másik féregjárat hol található, még az is elképzelhető, hogy a hajók galaxis másik végére képesek csupán néhány nap alatt eljutni. Sajnos ez a féregjárat, mint a fajtájának nagy része alapvetően instabil jelenség, bármiféle hajó áthaladás, akkor másodpercek alatt szétszakadna. És a válaszunk az, hogy bárcsak lehetne ezeket a féregjáratokat valamilyen módon stabilizálni, ugye a tapasztalt Stellaris játékosok tudják, hogy ezeket lehet egyébként stabilizálni, majd elérkezünk ahhoz a technológiához, ahol ezeket stabilizálni fogjuk. Sajnos viszont az én kis én kis rendszeremben ez semmifajta ilyen jellegű dolog nem található. System resources analyzed.
legközelebbi ez zátjáró lenne, Isten igazából. Megtámadták, úristen, a... Pillanat. András barátom ír nekem, csak nem tudom most elolvasni, hogyha nézed András, akkor most írtál, 3 hete kb. Sajnos a mi kis területünkön nincsen semmi extra ilyen épület, de igyekszünk megoldani, de a Science Fiction-ket megtámadták. A UNSS Voyager, UNS Voyager-t megtámadták, nem is tudom, hogy ez hol volt. Hol ezt megtámadtak? Szerintem ez itt volt valahol. Hát ki a bánatos bimbó támadta meg egyébként? Construction complete. Ja nem, a Drake volt itt. Aha, erre felé támadhatták meg a mi kis tudományos hajónkat. Szerencsére ilyenkor elkezd elmenekülni, őrítő tempóban bekapcsolja a hiperhajtóműket, és valahol majd ő szépen föl fog bukkanni. Na, itt ezekben a rendszerekben viszont a kutatóállomásokat és a különböző állomásokat tessék megépíteni, kedves építőhajók, és a tudomány, ennek a tudományos hajónak pedig kiadom feladatnak egy automatikus felfedezést, mivel most ennél tovább nem fogunk tudni jelen pillanatban haladni, ha csak, várjál csak, ez ide el tudsz jönni, nem? Ezt a vállalati uniót felhívom. Megpróbálok vele jóba lenni. Hát az elnökünk nem teljesítette a mandátumát. Ugye azt, hogy 12 darab ötvözetet tudjunk kitermelni egy hónapba. Sajnos. Na nézzük, a vállalati uniót megpróbálok egy kereskedelmi... Nem. Megpróbálok inkább... valamilyen függetlenséget garantálni. Ez a függetlenség garantálás, ez azt fogja jelenteni, hogy elkezd nekünk ez a vállalati unió majd ügyesen... Sit log updated. Ügyesen minket szeretné, és akkor majd ide fogunk tudni jönni ehhez a mintához. Ugye emlékeznek, mintákat kell szednünk a Földi Tudományos Akadémiának. És ehhez a mintához el fogunk tudni jönni, és aztán lehet, hogy ehhez a mintához is el fogunk tudni jönni, majd meglátjuk. Hussein Abud nyerte meg a Földi Egyesült Nemzetek elnök választását. Na nézzük meg, hogy ez kicsoda. Hussein Abud egy reformátor, ami a havi egységesség plusz 10%, ugye az egységességből, ebből válasszuk ki a nagy nép nemzeti irányvonulatokat. És van neki egy mély kapcsolatok nevezetű képessége is, ahol a befolyást növeli plusz 1-el havonta. Az 3 van jelen pillanatban, de még követelni még mindig nem tudjuk ez a szerencsétlen naprendszert. Valószínűleg azért egyébként, mert valamelyik... kormánynak valamelyik tulajdonsága, az idealista alapítvány, vagy a szabadság jelzőfénye, vagy esetleg a demokratikus hatalmi berendezkedés ezt meggátolja. De szerintem ezt az idealista alapítványt én ezt kikapcsolom, és megpróbálom megreformálni a kormányt adminisztratív kapacitás. Valamilyen másik társadalmi berendezkedéssel. Például lehetnénk kicsit harcos kultúra. Meg ezt nem tudjuk kiválasztani, mert egyáltalán nem vagyunk militaristák. De talán keresünk valami... Mondjuk, ha legyenek hatékony bürokrácia, és ez a kis Hussein Abud, ez lehetne, hogy átállítja a hatalmi berendezkedést, tehát ezt nem tudja átállítani.
Na mindegy, szépen megreformáljuk a kormányt, és akkor hát ha, hogy amikor ez sikerül, akkor hát ha ezt a Siriusba végre a követeléseink listájára rá tudjuk tenni, majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e vagy nem. Folytatjuk az idő elindítását. Construction finalized. Közben a kis rendszerünkbe ezek az őrítően hatalmas lények az űrben szépen bucskázó, vagy hát repülő ilyen transmission incoming. Élőlények, ezek szépen az egész kis birodalmunkba, gyakorlatilag most már mindenhol megtalálhatóak. És kereskedelmi szerződés meghívó érkezett, szerintem el is fogadhatjuk Isten igazából. Nagyon jó. 10k, hát nem nagyon növekszik ez az energiakredit, és a bolygóinkon sem lehet nagyon dolgokat csinálni, talán ezeket a kormányzati negyedeket lehet itt bővíteni. Azokon a helyeken, ahol a népesség elég nagy. És hogy állunk a terraformálással? Hát még a feléhez sem értünk el sajnos. Viszont most egy picit talán megállítom az időt. És egy kicsit előre tekerem, és amikor vagy játszok, és akkor amikor ismét valami borzasztó érdekes dolog történik, akkor szépen vissza fogunk kapcsolni. Úgyhogy mindjárt jövök. System resources analyzed. Na sziasztok, itt vagyok újra, és hát történt egy olyan érdekes dolog, ami újra, amiért elindítottam magát a felvételt. Nem sok idő telt el egyébként, talán 5 perc nagyjából, mióta lekapcsoltam. Képzeljétek el, találtunk egy Prián civilizációt, a gyűrkorszak előtt álló idegen civilizációra nyomorja bunkatunk a Vitrin 3 felszínén. A Vitrin napszerencerében bizonyíték van arra, hogy megzabolázták az atomerejét, számos ellenségeskedő nemzetállam nukleáris fegyverek fenyegetésével szegül egymásnak. Saját maguk által okozott kipusztulási esemény valószínűsége magas, hát nagyjából ez körülbelül az 1960-as, 70-es, 80-as évek földi civilizációra lehet igaz. Érdemes lenne talán egy megfigyelő űrállomást építenünk a világok felett, tanulmányozzuk őket. Fogok is, és ráadásul annyira fogok, hogy ezt a kutató, vagy ezt az építőhajót ide fogom indítani, és fogok, szeretnék ide egy csillagbázis előőrsöt építeni erre a helyre. Ez azt jelenteni, hogy a birodalmunk határai nem lennének egységesek, hanem innen kiindulna egy új birodalom, hát majd megnézzük, ez mennyire lehet sikeres. Rápróbálunk erre a dologra, és hogyha sikerül, akkor nagyon fogok neki örülni. Van egy fizikai kutatási lehetőség, amit ki lehet választani, az illékony szemcséket, vagy kék lézereket, hát szerintem itt elkezdhetünk már valamilyen formában katonai fejlesztésekre elindítani, és úgy látom, hogy munkanélküli népek vannak ezen a bolygón. Ez azt jelenti, hogy ezek a népeknek, tehát vannak olyan népek, akik nem dolgoznak, ez nekünk ugye természetesen nagyon-nagyon rossz. Ez energiakredit tehát és a fizikai kutatást tudja ez a bolygó pozitívan befolyásolni. Van egy olyan képesség, egy erős mágneses mező van a bolygó körül, ami a generátor kerületben dolgozó technikusok energiatermelését növeli. Úgyhogy szerintem erre fogunk mindenféleképpen először rámenni. És el is indítottuk igazából annak az építését. Ha ez felépül, akkor ügyesen majd lesznek már munkája azoknak az embereknek, akinek most nincs, és a földön pedig túlzsúfoltság van. Hát én nem is tudom, hogy ezt hogyan fogjuk tudni megoldani, illetve természetesen tudom, kerületépítéssel. Ugye a bolygón lehet kerületeket, vagy konkrét házakat, épületeket építeni. A kerületek nagyjából azt jelentik, amit egy kerületek jelentenek, tehát egy ipari területet, vagy lakóterületet, vagy valamilyen generátorkerületet, tehát négyféle kerületet lehet építeni, van ami a mezőgazdasági kerület, az értelemszerűen az élelmiszert állítja elő, a bányászati kerület pedig kristályt, vagy hát ezt az ásványokat tolja folyamatosan, a generátorkerület ugye az áram, az energiakreditet termelés, a város a kerület pedig lakóház, nagy mennyiségű lakóház és komfortot
illetve kereskedelmi értéket termel. Egyetlen egy dolgot még mindig nem sikerült megfejtenem ebben a játékban, a kereskedelmi érték és a kereskedelmi lényegét. Biztos nagyon fontos, eddig esküszöm az életemre, nem tudom, hogy mi anyám az, már bocsánat, nem szabad így mondani, de tényleg nem tudom, miről van szó, úgyhogy ez a helyzet. Mivel itt túlzsúfoltság van, meg kell nézni, mínusz egy lakóházunk van, tehát ez azt jelenti, hogy egyel kevesebb lakóházunk van, mint amennyi emberünk, és úgy látom, hogy az ételből még azért bőven pozitívba állunk. Szerintem mindenféleképpen a bányászati kerületet kell itt növelni, és a planetáris főváros fejlesztése után a bányászati kerület lesz soron mindenféleképpen. Uha, és látom még, hogy van itt egy... a tereptárgy a bolygón egy ipari pusztaság, gyakorlatilag egy elhagyott ipari pusztaság, ami blokkolja az építkezést, kevesebb dolgot tudunk felépíteni, ezt el tudjuk takarítani 300 energiakreditért, úgyhogy ezt is az építési sorban szépen beraktuk. Ezek fognak változni. Érdemes megnézni egyébként a helyzetjelentésben, hogy az elnökünk mit ígért. Az elnökünk 2 darab bányászati kerületet ígért az egész galaxisban, ez volt az ígéret, amivel megnyerte, és szerintem ezt fogjuk is teljesíteni, már csak azért is, mert itt már épül egy bányászati kerület, és hogyha nagyon ragaszkodunk hozzá, akkor ide is húzunk föl egy bányászati kerületet, így a kettő együtt meg lesz, tehát a Földön és az Alpha Centaurin, a Föld szektorban meg fogjuk tudni ezt már önmagában oldani, ezt a fajta ígéretet. Közben találtunk itt fönt egy lakható bolygót, egy potenciálisan lakható bolygót, ami egy alpesi világ. Magas hegyi világ, oxigén-nitrogén légkörrel, hegyormokat, hó borítja, a völgyekben fagyott tavak találhatók, tehát egy borzasztó hideg világról van szó. Bár a bolygó évszakjai között minimális az eltérés, a fagyott tavak jégpáncélja alatt folyékony víz található, ami elég a szívósabb növényzet számára. Ezt szépen terraformáljuk, méghozzá most már nem csak humán, hanem többféle faj is megtalálható a mi birodalmunkon belül, és mi ezt a havarigát fajt választottuk ki ennek a bolygónak a megkolonizálására, hiszen neki 60% esélye van itt a túlélésre, a többieknek gyakorlatilag szinte nincs is, úgyhogy ők szaladnak ide. Egyébként egy tundra kedvelő, tehetséges állag fenntartó képességekkel rendelkező fajról van egyébként szó. Valahol the species screen lists all types of nominally intelligent beings we have encountered. Aha, hát igen. Valószínűleg ez azért van, azért tudjuk azzal benépesíteni a galaxist, mert ugye egyességet kötöttünk ha jól emlékszem, a Havariga köztársasággal, hogy mehetnek ide-oda az emberek, és gondolom az ő náluk jelenlévő fajok képesek, vagy ő náluk jelenlévő fajokkal képesek vagyunk kolonizálni egy bolygót, hiszen meghirdetjük, hogy gyertek ide, és akkor majd jön nekünk az állat. Nem baj, hogyha nem csak humánok kezdenek el szaporodni a birodalomba, sőt ez jó is. Kettő potenciális lakható bolygó, egy kicsit több, mint a felénél van mind a kettőnek a terraformálása, remélem, hogy ez mindenféleképpen jól fog a végén elsülni. Közben az UNS Voyager szépen visszajött, és egy automatikus felfedezést indítunk rá. Saját flotta, ez a kolonizáló hajó, ez szépen már oda van irányítva, illetve itt van az a űrbálna, amit mi gyönyörűséges megoldással itt tartjuk gyakorlatilag a birodalmainkon belül. Jó, hogy is állunk? Ezt nem tudom, hogy ez a csillagkikötő egyébként hogyan lehetséges, hogy 1600-a. Our research has progressed. A katonai ereje, amikor ennél például nem tudok egyszerűen 1200-nál följebb menni. Nézzük csak. Hát akkor megpróbáljuk ugyanazt odarakni. Sőt, először ezt, egy hangártermet rakunk ide. Megpróbáljuk átszerelni, lehet, hogy ennyivel erősebb lesz. Közben egy műszaki kutatást sikerült befejezni, és
Védelmi platform. Növekedés nem érdekel. Ez lenne jó, ez egy különleges kutatás, itt a mély magos bányászat. De inkább a kutatás gyorsítását fogom kutatni. Igen, kék lézereket kifejlesztettük. Hidegfúziós reaktor. Disruptorok. Disruptorok magas energiájú energiacsövöket lőnek ki, amelyek a célba érve meggyengítik annak atomok közötti kötését. Ezek képesek áthatolni a pajzsokon és a páncélokon, közvetlenül az ellenséges hajótörzset pusztítják. Vagy a gyarmat fejlődési sebessége 50%. A mesterséges intelligencia által vezérelt telepes hajók. A telepeseket mély altatásban tartjuk, amíg gyakorlatilag a gyarmat ki nem fejlődik. Mesterséges intelligencia által. Nem feltétlenül rossz ez sem. De igazából nem tudom, mit fejleszek. Hát szerintem fejlesszük ezt, úgyis most nem sokára azért néhány gyarmatot el fogunk indítani. Remélem, hogy addig sikerül mindenféleképpen befejezni ezt a fejlesztést. Jó. Na nézzük meg csak a helyzet jelentést. Közben igen, emberünknek sikerült azokat tehát a teljesíteni az ő választási ígéretét, viszont meghalt az UNESCO direktora egy tudományos emberünk. Szépen rekrutáljuk is egyet, és nem anomáliákat fogunk kutatni, hanem inkább gyorsabban fejlődjön, és ezt folytatjuk az automatikus felfedezésünket. Közben ez a kis hajó ide megérkezett, és még 110 befolyás hiányzik nekünk ahhoz, hogy ide egy csillagbázis előre tudjunk építeni. Össze fogom szedni ezt a befolyást. Ugye azért ilyen rohadt drága ide csillagbázist építeni, befolyás, azért ilyen sok rohadt drága befolyásba kerül, mert nagyon messze van ugye a legközelebbi határtól. De nem hagyhatom annyiban. Ez egy nagyon érdekes kis primitív kultúra van ezen a bolygón, és szeretném mindenféleképpen kikutatni, és hogyha már itt vagyok, akkor lehet, hogy ide egy kis birodalom darabkát fogok tudni megoldani. Közben bimbo arcú pusztítók, huha, röhelyes kopasz majmok, honnan tudja, hogy kopasz vagyok? A visszataszító folyadékokat kiválasztó testetek elrejtésére irányuló kísérleteit kigúnyolják a finomabb fajok. A hiúságotok alapvetően csúnya faj, sajnálatos jellemzője. Oké. Hát kedves barátom, te mint egy gyönyörűséges pusztító. Itt a flottát fejlesszük. És a hajógyárban pedig elkezdünk rombolókat gyártani, mint az állat. Mindenféleképpen, hogy ne legyen, legalább ne elsöprő legyen ennek a pusztítónak a flotta ereje, amilyenhez képest. Ugye gazdasági ereje egyenlő, a technológiai ereje egyenlő, mégis ugye a pusztítók az itt lenti erősebb, mégis sokkal-sokkal erősebb, elsöprő a flotta ereje. És még a másik idiótának, a piraki vérfagyasztóknak is erősebb a flottájuk, mint amilyenk. Úgyhogy ezen mindenféleképpen javítanunk kell. Közben pedig a védelmi platformokat szépen fejlesszük. Rengeteg ötvözetbe kerül sajnos ez. El kell kezdenem gondolkodni, hogy honnan a bánatból szerzek ötvözetet, az az igazság, mert ez így ebben a formában nagyon nem jó. Gyakorlatilag igen, ásványokból nagyon jól állok, és nagyon sok jön. El is adhatunk, és vehetünk ötvözetet. Látjátok, hogy 1250-et az előbb 11.000-ért vásároltam, most meg 14, tehát majdnem 30%-kal, 35%-kal drágább lett az ötvözet a piacon, mert én ezt vásárolom föl gyakorlatilag. Tehát ez úgy működik, sőt most már meg megint fogadjunk, hogy drágább lett. Már 15.500, 10%-kal megint fölment. Gyakorlatilag ez úgy működik, mint hogyha egy olajat néznénk a mai világban, hogy kitör egy háború, ugye kell hozzá az olaj, és elkezd fölfelé szaladni az ára a végtelen
világegyetemben. Ugye sikerült kifejleszteni a flotta kapacitás növekedését, úgyhogy szépen elkezdhettem, vagy elkezdhettem gyártani a hajókat. És egy új kapcsolat kezd kialakulni. Mi megkaptuk a hozzáférést a galaktikus marketplace-hez, hogy eladjunk és vásároljunk anyagokat. És ez egy hatalmas nagy lehetőség az emberi civilizációnak. Nem, mi nem akarunk... Nem akarunk rabszolgákat vásárolni, az egészen biztos, szerintem. Úgyhogy ezt ki lehet verni a fejünkből. De az idő telik, megnyitott határok. A Vállalati Unió bimbo arcú barátunk sikeresen kinyitotta nekünk itt a kapukat, úgyhogy elvileg mi ide el is mehetünk, és el is kutathatjuk ezt a projektet. Nyilván 180 millió kilométerre kell elmenni, viszont akkor ezt a tudományos hajót, ezt ide szépen fogom küldeni, hogy ezeket a naprendszereket itt mérje föl, hogy merre tudok majd elindulni, hogyha ide végre föl fogom tudni a csillagbázist építeni. Ugye 68 befolyás hiányzik hozzá már csak. Remélem, hogy sikerülni fog. A befolyás egy nagyon értékes alapanyag, nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó, hogy így elpazarolom. Lehet, hogy ez egy végső és borzasztó döntés, hát majd meglátjuk minden esetre. Nem tudunk bányászati állomást építeni. Folyamatosan nézni kell, hogy milyen új lehetőségek nyílnak meg, de még semmit nem tudunk jobban bányászni. Viszont nem sokára szépen a terraformálás be fog fejeződni, gyakorlatilag 2 év, 530 nap. És sikerült technikai kutatás, egy nanomechanikát fejlesztettünk ki, ami a műszaki kutatást, a kutatók plusz 20%-ot tolnak rá. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó nekünk. Fémkerámiás anyagok, ez a páncél az űrhajóknak, vagy bányászati állomás termelője plusz 10%, vagy bányászok plusz 20%, hát nem is tudom. Igazából, na jó, a mély magos bányászatot most már fejlesztjük ki, ez egy értékes projekt. Transmission incoming. Kaptunk valami felajánlást. Kereskedelmi javaslatot kaptunk a Uniónak, hogy adnak nekünk tök ingyen 400 energiakötét és 530 ásványt. Ha ütnek, szaladj el, ha adnak, fogadd el, úgyhogy ezt az ingyen felajánlást, mi ezt el is fogadjuk tőlük, Isten igazából. És úgy látom, hogy itt a vérfolyatók lesz itt a gonosz dolog. Meg nem támadási paktumba hív be ismét ez a Slayer Panor Vállalati Unió, el is fogadjuk Isten, igazából nem kell nekünk még harcolni. A fő ellenségünk a vérfolyatók, arra kell majd rámenni, hogy minél több mindent tudjunk tőlük elvenni, de nem tudok követelni valamiért. Nem értem, miért nem tudok követelni. Discourse seeding in progress. Mi van? Űrállomás elkezdte gyártani a hajókat, mint az állat. Ezt már látom. Korszerűsítést csinálunk most, igen. Ships upgraded. Jó, a hajókat korszerűsítettük, a flottát szerintem megpróbáljuk összevonni. Összevon. Meghaladja a 30-at. Igen, akkor lesz egy második flottánk. Ez 1,3 ezer, tehát 1300 ennek a flottának hadereje. Hát ez nem tudom mennyire számít erősnek, szerintem szinte egyáltalán nem, de most már a vérfolyatókkal egyenlő a flotta erőnk, ami valamennyire jót jelent.
meg kell nézni, hogy ezek az űrállomások majd mennyire erősek. És sikeres technológiai kutatás, a gyarmat fejlődési sebessége plusz 50%, nagyon jó. És a másik sikeres technológiai kutatás pedig a Flotta Akadémia és a Haditengerészeti Logisztikai Hivatal elérhető lett. Isten igazából a Flotta Akadémia ugye a flotta kapacitás növelő, hogyha jól emlékszem. Ja nem, a Flotta Akadémia a hajó kezdeti tapasztalatait növeli, tengerész tiszteket úgy oktatják, és a haditengerészeti logisztikai hivatal növeli plusz 2-vel a flotta kapacitást. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ezek. Egyelőre most jó. Csillagbázis kapacitás plusz 2. Ugye a csillagbázis most jelen pillanatban 4 van, és elég jól állunk belőle, tehát jelen pillanatban nem kell több. Vezér élettartama nem kell, bűnözés meg a komfort növekedése nem kell, viszont a mezőblokk tisztítás talán kellhet, hiszen akkor lehet, hogy fogunk tudni építeni valahova. Illékony anyagok. Mi ez? Ez valami próbába. Van nekünk illékony. Ritka kristályok. Bányászati technológia, ez mi? Desztilláló technológia kell hozzá, nincs most jelen pillanatban a birodalmunkban olyan terület, ahol ezt ki tudnánk használni, a vegyi gyárakat. Ja nem, ez a vegyi gyárak, bocsánat, a vegyi gyárak egy épület, ahol illékony szemcséket tudunk előállítani a földön. Hát ez nagyon fontos lenne, de most nekünk nem ez feltétlen a legoptimálisabb. Csillagbázis FTL, ja nem, ezt nem. Inkább akkor az a kutatási lehetősége plusz egyet fogjuk kutatni. Így többféle választási lehetőségünk lesz, amikor oda jutunk. Közben nézzük csak meg. Csillagbázis építése. Elkezdődött ide a csillagbázis építése. Gyakorlatilag ez az út elvileg, hogyha kicsi szerencsénk van, akkor ez egy ilyen kis cool flip, ahova gyakorlatilag más nem juthat be. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire így van. Közben ez az építőhajó, ez itt maradt. Nem is biztos, hogy ide közben áthozzuk. Mi a tök ez? Ja? Ugye, hogyha rákatintunk közben erre, itt lehet látni, hogy gyakorlatilag ez a vérfolyatók, ez mindenkivel a világon rosszban van. Ez a pusztítók, ez a vérfolyatókkal rosszban van, velünk, meg a Havariga köztársaságban, velünk nagyjából normálisan. És a Vállalati Unió, hát igen, a Vállalati Unió a Havariga köztársággal, mi haverunkkal rosszban van, nem tudom még mi lesz a vége. Minden esetre nagyon örülök, hogy sikerült ide letelepítenünk egy csillagbázist. Ezt itt föl is korszerűsítjük Isten igazából, és te fogunk tenni egy nagy űrbázist, és ide a megfigyelő állomást és a bányászati állomást is elkezdjük szépen építeni. Nagyon gyönyörű, nem gondoltam volna, hogy sikerül még terjeszkednünk üres naprendszerekbe, de ezt mégis megoldottuk valahogy. Viszont azt hiszem, hogy talán ennek a résznek itt lehet a vége, és hát igyekszem következő szombatra még egy részt megcsinálni. Közben itt a Földi Egyesület egy új párt jött létre, majd ennek is utána kell szépen nézni. Minden esetre szerintem ez egy jó rész volt, izgalmas rész volt, és ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el lájkolni a videót, ne felejtsetek el a Facebook oldalamat lájkolni, mert ott minden videó fönt van, és követhető formában meg minden ilyesmi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! System resources analyzed. Const